most a Mágikus Szökőkút című festményemet festem, és itt is egy kolibrit. Mondják sokat a festményeimre, ugye, hogy a stílusjegy az a mágikus realizmus, és nekem ez nagyon, nagyon tetszik ez a kifejezés, hiszen ugye benne van a mindenféle színesség, pozitivitás és a realizmus is. Színpompás állatok, női arcok és geometrikus formák, többek között ezek a motívumok köszönnek vissza Sávolt Karolina 12 éves festőművész képein. A fiatal tehetség ifjúkorát meghaladva az univerzum csodáit örökíti meg festészetével, amelyet autodidakta módon sajátított el. Én 9,5 éves koromban kezdtem el festeni, és úgy jött ez az életemben, hogy ugye akkor jött be a pandémia, és otthon voltunk egyedül a testvéremmel, és otthon volt a tanítás, és ugye sokkal több szabadidőm volt, hiszen itthon voltunk egész nap, és én mindig rajzoltam. És egyszer egy rajzot hagytam az asztalomon, amit délután észrevettek a szüleim, és nagyon meglepődtek rajta. Megkérdezték tőlem, hogy mit szeretnék kezdeni, hogyan szeretnék tovább fejlődni, és én mondtam, hogy el szeretnék kezdeni festeni. Karolina az interneten tanulmányozza a különböző festészeti stílusokat, ahol nem csak kortárs festők munkáit követi, de sokat olvas is. Több művészettörténeti korszak, így például a 16. és a 17. század művészete inspirálja alkotásait. Nagyon pontosan először megtervezem a festményt ceruzával, mielőtt elkezdem festeni, de a folyamat közben is, hogyha látom, hogy van egy üres hely, akkor néha hozzá szoktam rakni egy-egy motívumot. Ez az új festményem az Égi csodák. És itt egy angyal van a középpontban, és ugye az ég hátul, ezért is használtam ezt a kék és arany színeket. A fiatal festőművész emellett kitűnő tanuló az iskolában, és korosztályos teniszválogatott, így napi szinten edzésekre jár. De mint mondja, az alkotás öröme igazi kikapcsolódás számára a mindennapi elfoglaltságai mellett. A festés és a teniszezés, a sportolás nagyon jól kiegyenlíti egymást az én életemben, hiszen ugye egy hosszú nap után hazajövök, és leülhetek festeni, nagyon boldoggá tesz. Az első sikeres kamara kiállítása után Karolina idén tavasszal már a következő bemutatójára készül, hogy még több mágikus alkotással örvendeztesse meg a közönséget, valamint azt is elárult a stábunknak, mik a tervei a jövőre nézve. Az a célom, hogy minél több emberhez eljusson az az üzenet, amit tartalmaznak a festményeim, ugye ez a környezetvédelem, természetvédelem és állatvédelem, és a szépséget szeretném ábrázolni. Még nem tudom pontosan, hogy mi szeretnék lenni a jövőben, de azt tudom, hogy a festészet mindig az életem része lesz.